Egy új digitális oldallal készül a Kárpátia Kincsesház a közösségek hete alkalmából. Dr. Nagy Nettát kérdeztük az oldalról. Egy új digitális oldalt hozott létre a Kárpátia Kincsesház, a Kárpátia Kincsesház vezetőjét, Nagy Nettát kérdezzük erről az oldalról. Köszöntöm Önt, mit tudhatunk, mik szerepelnek ezen az oldalon, és mik tekinthetők meg rajta? Hát ez valóban egy új kezdeményezés a részünkről. Bizonyára sokan ismerik Kisteleken a helytörténeti gyűjteményt, ami már 2002 óta működik. Ez egy klasszikus, hagyományos múzeumi kiállítóhely. Azonban elérkezettnek láttuk az időt, hogy digitalizáljuk a múzeumban levő tárgyakat. Ez a gyűjtemény elsősorban néprajzi, illetve helytörténeti vonatkozású tárgyakat, anyagokat tartalmaz, és azt tapasztaltuk, hogy a tárgyak bár túlélik az embereket, de mégsem örökké valók, úgyhogy nagyon fontos és hasznos lenne, hogyha ezeket meg tudnánk őrizni hosszú távon is, és ezért megkezdtük ezeknek a tárgyaknak a digitalizálását. Ilyen múzeumok, ilyen gyűjtemények ma már léteznek az országban, sőt léteznek virtuális múzeumok, virtuális kiállítások is, de nekünk ilyen még nem volt, és úgy gondoltuk, hogy akkor itt az ideje, hogy ezt megtegyük. A lényeg, hogy egy olyan felület jött létre, amit bárki otthonról is könnyedén elérhet, és barangolhat a Kisteleki Múzeumban levő tárgyak között. Minden tárgyhoz tartozik egy vagy több fotó, és ezen kívül egy tárgyleíró karton. Az adatok tulajdonképpen a tárgynak a keletkezési ideje, a használatára vonatkozó leírás, ismertető, a méretek, az állag, az állapot és minden egyéb hasznos információ. Mik találhatok meg ezen az oldalon is? Mik vannak, mely füleken miket lehet megtalálni, ha valaki ellátogat erre az oldalra? Hát ez az oldal tartalmilag két különböző részből épül föl. Az egyik az kimondottan a múzeumi információkat tartalmazza, a másik pedig klasszikus kulturális információs szolgáltató tér. Először egy kicsit a múzeumi oldalról szeretnék beszélni. Lényegében a tárgyakat kategorizáltuk, és három nagy témakör köré csoportosítottuk. Az egyik a paraszti gazdálkodás, a másik a paraszti háztartás, a harmadik pedig a népi mesterségek, mert ezekhez kapcsolódóan vannak tárgyi anyagok a múzeumban. Úgyhogy azt mondhatnám, hogy a 20. század közepéig jellemző hagyományos paraszti gazdálkodás és életmód tárgyai jelennek meg ebben a digitális gyűjteményben. És ugyanakkor a múzeumunknak vannak különleges tárgyai is. Ezeket egy negyedik kategóriába sorultuk be, ami nagyon egyszerűen a vegyes címet kapta. Én ajánlom, hogy nézzék meg, hogy milyen tárgyak vannak itt, mert szerintem meglepetést fog okozni azoknak, akik egyébként nem nagyon járnak múzeumba, vagy nem annyira érdeklődnek a régiségek iránt. És természetesen gondoltunk arra is, hogy hogyan tudnánk ezt az oldalt az oktatás irányába elvinni, és egy kicsit az iskoláknak a hasznára lenni ezzel az oldallal, ezért felépítettünk e-learning képzéseket is. Alapvetően jelen pillanatban 8 képzés található ezen az oldalon, ebből 4 informatikai jellegű, tehát a klasszikus szövegszerkesztés, Excel, táblázatkezelés, prezentáció és internet használat. Tehát ez az a 4 témakör, amit a 4 informatikai jellegű képzés érint. A másik 4 az pedig inkább történeti hely, történeti néprajzi vonatkozású, illetve a kézműves mesterségekre koncentráltunk. Tehát ha valakit érdekel a szövés, akkor a Szövés alapjai című oktatóanyagot tudnám a figyelmébe ajánlani, amihez egy kis film is kapcsolódik, és ennek segítségével úgy gondolom, ha valaki elég kreatív és ügyes, akkor például egy tarisznyát el tud készíteni. De ugyanígy például a bőrdíszművesség, egy másik ilyen kézműves oktatási tananyag segítségével lehet készíteni otthon például nadrágszíjat, illetve tarsolyt, tehát minden lépésről lépésre el van magyarázva ebben az oktatófilmben, illetve a szöveges tananyagban. Erre jelentkezni kell, de ezt a felület úgy van kialakítva, hogy akit érdekel, bejelentkezik, és akkor az adminisztrátor visszajelez, és utána számára kitölthető a teszt. A végén van egy kérdéssor, egy ellenőrző kérdéssor, gyerekeknek is, fiatalabb korosztálynak is, és felnőtteknek is hasznos és használható. Mikor és hol találkozhatnak a látogatók ezzel az oldallal?
Azt tervezzük, hogy május 10-én indul egy közösségi program, ami a Közösségek hete címet viseli. Egész héten lesznek programok, és ebből az alkalomból indítjuk el a www.kistelek.hu/múzeum oldalon ezt a weboldalt, ezt a digitális múzeumi gyűjteményt. Úgyhogy próbaüzem lesz egyelőre, várjuk az észrevételeket a lakosságtól, és lehetőségük is lesz, ugye ez egy interaktív felület, lehetőségük is lesz erről az oldalról véleményt formálni, amit még utána be tudunk építeni a végleges kialakításba. Milyen keretek között valósulhatott meg ennek a weboldalnak a kialakítása? A Kárpátia Kincsesház pályázatot nyújtott be az egész életen át tartó tanulást segítő programok megvalósítása a Kárpátia Kincsesházban címmel, és ennek a programnak a keretében jött létre tulajdonképpen ez a digitális gyűjtemény és digitális múzeum. Lassan a végéhez közeledik ez a projekt. Nagyon sokan részt vettek ebben a pályázatban különböző képzéseken. Sajnos a fennálló helyzet miatt többször hosszabbítottuk ezeket a képzéseket, ezek között gyakorlati oktatások is voltak. Némelyik digitális tananyag ezeknek a gyakorlati képzéseknek a jó kiegészítője egyébként. Úgyhogy a projekt várhatóan ez év nyarán fog majd lezárulni. Sport nagykövet lett Gyalai Evelin. Őt kérdeztük a szavazásról és a nagyköveti címmel járó jutalmakról. A MAPEI Kft. Közönségszavazást indított, ahol is sportnagyköveteket szavaztak meg. Itt indult Gyalai Evelin is, aki a közönségszavazáson a három sportnagykövet közé választották. Őt kérdezzük erről. Köszöntelek. Először is beszélünk arról, hogy hogyan is jött ez a lehetőség, hogyan találtad meg ezt a sportnagykövet lehetősége díjat. Hát én igazából először a Facebookon találtam meg, egy ilyen hirdetésként ugrott fel. Igazából azért jelentkeztem, mert már 4 éve görkorcsolyáztam, ezután pedig tavaly úgy gondoltam, hogy inkább másra szeretnék váltani, ezért elkezdtem a futást, és emiatt gondoltam, hogy jelentkezek. Hogyan is lejött ez a szavazás? Beszéljünk erről egy kicsit. 2 héten keresztül lehetett szavazni, lájkokat kellett gyűjteni, és ebből 3 főt választottak, majd a Kft. További 2 főt fog kiválasztani, és így 5 fő lesz. Mi is jár ezzel a sportnagykövet címmel, mit tudhatunk erről, mit is kaptál ezek által, vagy ezáltal a sportnagykövet cím által? Hát 1 éven keresztül kell heti 3-szor posztolnom egészséges életmód és sporttal kapcsolatban az Instagramra és a Facebookra, valamint még 2 versenyt támogat a MAPEI Kft. Ez a Szigligeti Félmaraton és a Tour de Zalakaros, ami a Szigligeti Félmaratonon indulni szeretnék. Ezen felül még kapni fogok 2 pár SX-es cipőt, 2 szett futóruházatot, tovább az 575 által 1 kerékpáros mezt fogunk kapni. Mi a célod ezzel a sportnagyköveti címmel? Szeretném népszerűsíteni azt, hogy minél többen mozogjanak, és hogy minél fittebbek legyenek az emberek. Említetted, hogy a görkorcsoly után a futásra tértél át. Erről mit tudhatunk, mik a terveid így a jövőre nézve a futással? Ugye a tavalyi évben már elindultam a Szigligeti félmaratonon, ahol a félmaratoni távot választottam, ahol 3. helyen sikerült célba érnem, valamint erre az évre is az a tervem és célom is, hogy lefussam újra a félmaratont. Május 4-e a tűzoltók napja. Az erről készült összefoglalónkat tekinthetik meg a következőkben. Május 4-én van a tűzoltók napja, még mindig tisztelet övezi a szakmát. Az elmúlt évben is növekedett az önkéntes tűzoltók száma. A kisteleki katasztrófavédelmi őrsön 4 tűzoltó folyamatosan szolgálatot lát el, tehát 24 órában van tűzoltói szolgálat. Kisteleket, ez azért nagyon fontos, mert hogyha a jelzések beérkeznek, minél közelebbről, minél gyorsabban oda tudnak érni a tűzoltók, és itt az egész kistelek járásban a kisteleki tűzoltók be tudnak avatkozni, ezért még gyorsabban tud odaérni a segítség, még hatékonyabban tudunk beavatkozni. Ez nagyon fontos az, hogy az első erőt, az első felderítéseket, illetve az első munkálatokat el tudják kezdeni minél gyorsabban. Ez miatt volt a Bonti és polgármester úr és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyeztetés alapján, hogy kisteleken szükséges az önkéntes mellett egy hivatásos egységet is üzemeltetni, sőt, több éve a vitélő biztonsága érdekében fejtik ki munkájukat.
A hivatásos tűzoltók mellett mintegy 30 ezer nem hivatásos tűzoltó is dolgozik Magyarországon, körülbelül 15 ezeren közülük szakmai végzettséggel is rendelkeznek. A Magyar Tűzoltó Szövetség tagjai közül körülbelül 15 ezeren önkéntes tűzoltók, a többiek pedig önkormányzati és létesítménytűzoltók. A Tűzoltó Szövetség elnöke, Dobson Tibor azt mondja, az önkéntes tűzoltók száma nőtt az elmúlt években. Az utánpótlás azonban fontos, egyben nehéz ügy is. Véleménye szerint lelkes fiatalokra van szükség, a fiatalokat igyekeznek megszólítani a közösségi felületeken, a középiskolákban, de a nyitott programokon, sporteseményeken is találkozhatnak az érdeklődők a szakmával. Csak úgy, mint a felnőtteknél, a fiatalok közt is sokan hagyományőrző tűzoltók vagy tűzoltózenészek. Ugye négy tűzoltó összehangolt munkájával folyatosan végig az előkészületeket, meg van az, hogy kiad, aki kezelni fogja a feszítővágó készüléket, egy hidraulikus nagy nyomással működő vágóeszköz, gyakorlatilag nincs az autónak olyan része, amit ne lehetne bele elvágni. Nagyon fontos ezeknél az autóknál ilyenkor megvizsgálni, hogy az akkumulátort mi hamarabb kiiktassuk, nehogy az ilyen műszaki mentésből véletlen még autótűz is legyen. És hát ugye, mivel ti is hallottatok már olyan, hogy hibrid autók, elektromos autók, benzines autók, dízelüzemű autók, nagyon sok fajta autó van. A tűzoltókat ezt mind-mind meg kell tanulni, hogy melyik autót hogyan tudják áramtalanítani, hol vannak azok a biztosítékok, amiket ki kell húzni. Ez nagyon-nagyon sok tanulási folyamattal és gyakorlással jár. Tehát amikor éppen nincsen beavatkozás a tűzoltóknak, akkor sem minden esetben pihenni, mert ugyanúgy, mint ahogy ti is, ők is tanulnak, nekik is be van osztva a délelőttük, nincsenek annyira órák a szabva, de minden napnak van egy tematikája, hogy gyakorlatilag milyen órájuk van és mit kell nekik ismételni. Egy önkéntes tűzoltó, amennyiben betöltötte a 18. életévét és megfelelt az egészségügyi alkalmasságin, valamint elvégezte a 40 órás tanfolyamot, egyesületi tag lehet. Fizetség azonban nem jár, a közösség tisztelete a fizetség. Egy önkéntes tűzoltó feláldozza a szabadidejét, megmutatja a tenni akarását és kockáztatja az egészségét, vagy ha kell, akár az életét. A tűzoltók napja nem csak a férfiakat, hanem a hölgyeket is érinti. Bár a hivatásosoknál piros autóra nem ülhet felnő, ezt jogszabály zárja ki, csak ellátási vagy ügyeleti szolgálatot teljesíthet, az önkénteseknél nők is felülhetnek a piros autóra, de természetesen egy mentésnél a parancsnok mindig odafigyel, akár a férfiak, akár a nők esetében, a fizikai és mentális képességekre is, és a megfelelő embert küldi a feladatra. Lassan véget ér a zöldváros kialakítása Kistelken projekt. Vas Rozáliát kérdeztük a részletekről. Végéhez közeledik a zöldváros kialakítása Kistelken projekt. Erről kérdezem a projektmenedzsert, Vas Rozáliát. Köszöntelek. Mit is tudhatunk erről a projektről? Hol is tart most pontosan? Üdvözlöm a nézőket. A zöldváros projekt végre elmondhatjuk, hogy most már tényleg a projektnek a végéhez közeledünk.
kivitelezési munkák befejeződtek, illetve még van egy-két garanciális helyreállítás, ahol mondjuk megállt az esővíz, illetve egy-két lakónak az igényét még próbáljuk figyelembe venni, de tulajdonképpen a kivitelezési munkákkal végeztünk, és ami még hátra van a projektből, van egy helyi érték üzlet kialakítása, még annak a beszerzése, annak a berendezésének a beszerzése van folyamatban, és ha ezek is megtörténnek, akkor tulajdonképpen teljes mértékben befejeződik a Kistelek zöldváros projektje. Ugye maga a projekt ez már nagyon régen elkezdődött, még a 2017 végén. Az első egy év az a tervezési folyamattal zajlott, ugyanis ebben az időszakban a projekteket úgy lehetett beadni, hogy kellett készíteni egy tanulmánytervet, de magát a kiviteli terveket nem. A kiviteli tervek elkészítése is maga a pályázati időszak alatt történt. Így ugye az első időszak az ezzel ment, hogy megterveztük, hogy tehát a tanulmánytervek alapján pontosan mi hova kerüljön, melyik fákat kell kivágni, mert sajnos a betegfákat ugye ezt meg kellett tennünk, illetve hova kerülnek, milyen növények, hogy legyenek elhelyezve. A lakosokkal egyeztettünk esetlegesen az üzlethelyiségeknél, hogy kinek vannak elképzelései, igényei, hogyan használják az előttük lévő területet, és ez alapján állt össze maga a kiviteli terv. Utána jött a közbeszerzés, ami szintén nem egy egyszerű folyamat, alapjába véve sem, hiszen nagyon sok jogszabálynak kell megfelelni, de a jelen helyzetben azt gondolom még nehezebb volt, hiszen az elmúlt időszakban az építőanyagárak nagyon megemelkedtek, és emiatt ugyan hiába adtunk be egy költségvetési tervet a pályázat megírásakor, amit alaposan is körültekintően készítettünk, de az árak annyira felemelkedtek, hogy nagyon nehéz volt ebben a keretben tartani a kivitelezők ajánlatát. Hát természetesen az első körben olyan ajánlatokat kaptunk, amiket nem is tudtunk elfogadni, hiszen annyira túlmentek a rendelkezésre álló forráson, és ezt nem tudtuk megtenni, így egy újabb közbeszerzést kellett kiírnunk, és ennek folytán végre sikerült elkezdenünk a beruházást, de így is magasabb lett a kivitelezési költség, mint ami nekünk rendelkezésünkre állt. Így a projekt során be kellett adnunk még egy többletforrás igényt, ami azt jelentette, hogy az plusz 30 millió forintot, amivel többbe került a kivitelezés, kértük az irányító hatóságtól, hogy ezt ne a városnak kelljen hozzárakni, hanem járuljanak ők még ezzel az összeggel hozzá a projekthez. Szerencsére ez pozitív elbírálásban részesült, így tulajdonképpen jelenleg a zöldváros projektre 729 millió forintot kapott a város, ebből valósul meg maga a kivitelezés is. A kivitelezés elkezdődött, ez is egy hosszadalmas folyamat, hiszen minden főutcán a lakókkal egyeztetni kellett, próbáltuk úgy megcsinálni a munkálatokat, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk. Természetesen ezzel együtt is volt olyan, akinek sajnos nem tudott beállni az udvarába, mert pont rosszul jött ki a lépés, vagy éppen nem olvasta a tájékoztatónkat. Azoktól most is elnézést kérünk, és nagyon reméljük, hogy nagyon pozitív lesz a végeredmény, és ez kárpótol mindenkit a kellemetlenségekért. Ugye a négy fő utca került megújításra, az Árpád utca, Rákóczi utca, Petőfi utca és Kossuth utca. Ugye az Árpád utca, a Rákóczi utcával kezdtük, ugye ez még a augusztus 20-a előtti időszakban készült el, és ugye az Árpád, illetve a Rákóczi utcáknál lett az a megoldás kialakítva, hogy egy parkolósávot építettünk az út és ugye a füves rész közé, és ezzel egy tulajdonképpen tiszta felületet tudtunk kialakítani, illetve hát ez is térkővel van burkolva, ezáltal ez az aszfalt ez egy ilyen zárt benyomás kelt, egy sokkal barátságosabb kinézetű területet sikerült szerintem létrehozni. Én úgy látom egyébként, hogy az embereknek ez tetszik, hogy a bejárók is kilettek burkolva, ami szerintem szép egységes képet adott, illetve ugye a járda felületek is úgy lettek kialakítva, hogy
végig lehet rajta menni, a nagy szintkülönbségek ugye ellettek szépen laposítva, és így nem kell ugratni a babakocsival, vagy rollerrel, vagy kerékpárral, hanem tényleg kellemesen végig lehet sétálni ezeken a területeken. Ugye maga a térkő volt ugye az első rész, amit kialakítottunk, hiszen ugye az a piszkos munka, tehát ami tönkre is tenni a mellette lévő területeket, és mikor ezek befejeződtek, utána kezdődött a projektben a maga a növényesítés. És akkor ugye ez a projektnek egy nagyon fontos szempontja, hiszen azért zöld város, hogy minél több növényt, illetve zöld felületet alakítsunk ki. A projekt során elültettünk 436 fát, 6052 cserjét, 5943 évelő növény, és több mint majdnem 19 ezer négyzetméter fű került fűves terület megújításra. Tehát azért ez tényleg zöldváros, és ez a projektnek az egyik fő szempontja. Hát ha ki már sétál a városban, az láthatja ugye a növényeket, még most ugye nem óriásiak, viszont várjuk a tavaszt, hogy szépen kifakadjanak, és akkor majd megmutatják azért az arcukat, és szerintem majd ha elkezdődik ez a kihajtás, tehát a zöldülés, akkor szép látványt fognak nyújtani. Mindamellett, ugye, ha az ember sétál, akkor azért a városban szerintem problémát okozott az, hogy nem tudták az emberek a szemetet, tehát sok szemetelés van, hiszen nem nagyon tudják a szemetet hova helyezni. Na most ez is egy jó megoldás, hiszen kihelyezésre kerül 43 szeméttároló, illetve 30 darab pad a városban, tehát ezeken a területeken, illetve 172 darab kerékpártároló. Tehát azt gondolom, hogy így most, ha az ember elindul a városba, akkor ha elfárad, le tud ülni, ha szemét van a kezébe, ki tudja dobni, és a biciklivel közlekedik, akkor le fogja tudni támasztani a kerékpárját, hogyha elmegy egy üzlethez. Nagyon igyekszünk úgy csinálni, hogy ez is olyan helyekre kerüljön, ahol tényleg van értelme. Úgyhogy remélem, hogy mindenkinek megelégedésére fog szolgálni. Ami még egy nagyon sarkalatos pont volt a városban, és sok kritika is érte a gimnáziumnál lévő buszmegállókat, azok is kicserélésre kerültek. Aki arra jár, az már láthatja, ugye, hogy ott vannak a szép új buszmegállók, illetve az egyik buszmegálló egy kicsit följebb is lett helyezve, ugye az óvodához közelebb, és így ott is lett egy kis kialakított burkolt rész, és így sokkal esztétikusabban néz ki, illetve oda került egy gyalog átkelő hely is, mert ez nagyon sokszor azért veszélyes volt, hogy a buszról leszálltak, egyből átmentek az úton, és ha nem volt ott gyalog átkelő hely, így azért ez balesetveszélyes hely volt a városban, úgyhogy ez is kialakításra került, illetve a Csillag utca, tehát a Petőfi utca Csillag utcai kereszteződésénél, ott is kialakítottuk már a gyalog átkelőnek a helyet, ott is a zebra fölfestésre kerül. Igazából csak az időjárást várják, hiszen a festést végző cég csak megfelelő hőmérsékletben hajlandó ezt megcsinálni, hiszen másképp nem tud garanciát vállalni a munkára, amit elvégez. Úgyhogy igazából még ez is a lakosok érdekeit fogja szolgálni, és reméljük, hogy tényleg mostantól az átkelés is biztonságosabban fog megtörténni ezeken a szakaszokon, hiszen ez a város két végpontján valóban szükség volt már egy-egy gyalog átkelő helyre. Úgyhogy ez maga a zöldváros projektnek a beruházási része, és ugye egy helyi értékbolt kialakítása is a projektben szerepel, amit eredetileg a buszmegállóhoz terveztünk, de miután a városnak volt egy piacos projektje, ugye kialakították a helyi termelői piacot, és ott épült egy új bolt, egy új üzlethelyiség, aminek hasonló a funkciója, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor inkább egy helyi értékbolt jöjjön létre, és ugye a zöldváros projektben berendezéseket lehet ebbe a boltba vásárolni, ebbe az üzlethelyiségbe, így akkor logikusabbnak tűnt, hogy nem két helyen nyitunk ilyen boltot, hanem egy helyen. Ez a helyi termékboltra a városnak a terve az, hogy nem a város fogja üzemeltetni, hanem meg fogják pályáztatni, hogy ha valaki szeretné ezt üzemeltetni, akkor nagyon minimális bérleti díjjal egy berendezett üzlethelyiséget rendelkezésére bocsájtanak, azzal a kitétele, hogy helyi értékboltot üzemeltethet,
ami azt jelenti, hogy a környékbeli termelők termékeit kell ott forgalmazni. Persze, ha valamit nem lehet a környékben megkapni, akkor azt lehet kicsit messzebbről, de Kistelek, illetve a Kistelek járási termékeket kell előnyben részesíteni. Ennek lesz egy turisztikai hozadéka is, ha végre a koronavírus helyzet megoldódik, és újraindulhat majd az élet, hiszen a ide látogatók nagyon gyakran keresik a helyi terméket, szeretnének ilyeneket hazavinni, és így tulajdonképpen ennek a kívánalomnak is majd eleget tudunk tenni. Addig pedig még ez a helyzet van, megpróbáljunk már fölkészülni arra, hogyha végre nyithatunk, akkor minden jól működjön, szép legyen a város, legyen helyi értékboltunk, és reméljük, hogy minden jól fog alakulni, és remélem azt is, hogy a helyi lakosok is örömmel fognak sétálni az utcákon, és mindenkinek tetszeni fog, ami kialakult a városban. A polgármesteri hivatal melletti területen is kialakításra került ebből a projektből egy játszótér, erről mit tudhatunk pontosan? Igen, a polgármesteri hivatal udvarán egy olyan játszótér került kialakításra, amiben összesen 7 darab játékelem van, abból 4 darab, ami egy kicsit a nagyobbaknak, és 3, ami a kisebbeknek. Mellette természetesen van egy kis parkosított főes terület, illetve az önkormányzat udvarának is a parkoló része térkövesítésre került. Ez is nem sokára használatba lehet majd venni. Igazából készen van, csak minden egyes elemhez, mint a buszmegállóhoz, mint a parkolókhoz, mint a játszóterekhez kell engedély a használatba vételhez, és ugye ezeknek azért a folyamata nem egy-két nap, és ezek zajlanak most, úgyhogy nagyon reméljük, ez minél hamarabb megtörténik, és végre a gyerekek használhatják a játszóteret, az emberek a buszmegállót, és mindenki birtokba veheti azt, ami neki készült.